Büszkén számolt be a Szívből Kalocsa Egyesület közösségi oldalán Kulsági Kitti anyuka, hogy kisfia Amir átesett az adakozásból megvalósult életminőségjavító műtéten. A beavatkozás hatalmas összefogásból valósulhatott meg, ugyanis 4,5 millió forintra volt szükség hozzá. Megmozdult az egész város, és néhány hónap leforgása alatt előteremtődött az összeg a kisfiú megsegítésére. A műtétet Bécsben hajtották végre sikeresen. Január 26-án indultunk ki Bécsbe, ahol egy előzetes megbeszélés és a papírmunkák után január 28-án egy csütörtöki napon elvégezték Amirnál a beavatkozást. Ez körülbelül egy fél órás időtartam volt ez a beavatkozás, és sikeresen elvégezték. Amir tényleg hősiesen helytállt, igaz nehezebben indult el utána egy kicsit a járása, mert hát többet kellett volna pihennie, csak hát ez nagyon nehezen kivitelezhető volt, mert nagyon aktív volt utána. Úgyhogy estére már voltak fájdalmai, kapott fájdalomcsillapítót, de ez pár nap múlva már semmilyen problémát nem okozott neki. Amir gyermekkori autizmussal küzd, mely mellett egy agyi cisztát is találtak nála. Bécsben ő egy transzplantációs beavatkozáson esett át, melyből már felépülni is látszik. A beavatkozás hatása pedig már megmutatkozott a kisfiún. Sokkal nyugodtabb, fenntartja a szemkontaktust, hosszabban, tehát eddig is fenntartotta, de most sokkal hosszabban fenntartja, figyelmesebb a környezetére. Egyedül kezdett el kanála lenni, tehát nekem ez a legnagyobb változás és a legpozitívabb változás. Egyelőre még csak a levest, egy kicsit rásegít a másik kezével, de én ezt tényleg hatalmas erőellépésnek élem meg, és ő is, mivel nagyon örül neki, és így örömmel fogyasztja el a levest. A családnak a napokban kell jelentkeznie a kezelő orvosnál az eredményekkel. Néhány hónap múlva pedig újabb vizsgálaton fognak átesni, ahol kiderül, esetleg meg kell-e ismételni a beavatkozást. Jelenleg nem folyik a családért gyűjtés, azonban ha újabb műtétre kerülne sor, ismételten szükségük lesz a jószívű adakozókra. Ezt a későbbiek során fogjuk megtudni, hogy szükséges lesz a második beavatkozás, és akkor indítunk majd el egy új gyűjtést, amiben a Szívből Kalocsa Egyesület már jelezte, hogy ismételten mellénk áll, és segít nekünk a gyűjtésben, ha szükség van rá, és a Tégygyót Alapítvány is jelezte, hogy számíthatunk rájuk is, és segítenek a gyűjtésben. A családot és a beteg kisfiú gyógyulását támogatni az alábbi számlaszámra történő utalással lehet.